Két újabb fővárosi szórakozóhelyet zárattak be a katasztrófavédelem szakemberei egy szombat éjszaka tartott ellenőrzés után. Olyan súlyos tűzvédelmi hiányosságokkal szembesültek, amelyek veszélyeztetik a biztonságos szórakozást. A rendőrök pénteken éjszaka a hajógyári szigeten és a belvárosban összesen 13 az előzetes letartóztatásba helyezett V. László érdekeltségébe tartozó szórakozóhelyen ellenőriztek. Ezek során csak kisebb szabálytalanságokat találtak. A rendőrök szerint a szórakozóhelyek tulajdonosai valahogyan tudomást szereztek arról, hogy razzia lesz. Szórakozó helyek a hajógyári szigeten. Többen az elmúlt évek alatt sosem volt razzia. A központi nyomozó főügyészség gyanúja szerint rendőrök pénzért segítettek abban, hogy a nemrég erőzetes letartóztatásba került V. László érdekeltségébe tartozó szórakozóhelyek zavartalanul működhessenek. A hajógyári szórakozó helyeken a pletykák szerint könnyen lehetett droghoz jutni. Ezt a Hetek című hetilap írása is alátámasztja. A labban Mindent a kokain irányít című írásában V. László munkatársai és alkalmazottjai mesélnek a hajógyári sziget diszkóinak mindennapjairól. A következőről beszélnek. A legnépszerűbbek a háromnapos afterpartik voltak. Ilyenkor egy fiatal több mint 50 órán keresztül élesben nyomja. Könnyedén belátható, hogy a tempót csak az bírja, aki anyagozott. 4-5 extazival, 4-5 gram speeddel vagy rassal simán el lehet pörögni 18 órát egyhuzamban. A VIP vendég pedig megkapja a maga kokaincsíkját a hozzátartozó viszkivel és lányokkal. A rendőrök tegnap a katasztrófavédelemmel, a NAV-val, a bevándorlási hivatallal, az ANTS-szel, valamint a munkaügyi hivatallal együtt ellenőrizték a 13 budapesti szórakozóhelyet. A razzia során azonban a Hetek írásában olvasható dolgokkal nem találkoztak a rendőrök. Valószínűsítik, hogy kiszivárgott az ellenőrzés híre. Biztos, hogy nem a rendőrségtől származott, vagy szivárgott ki, de ahol ennyi szervezet vesz részt, én hosszú évek tapasztalata alapján állítom, hogy akkor óhatatlan, hogy kiszivárogjon. A másik, hogy a rendőreinket már várták, tehát onnan tudjuk, hogy ez kiszivárgott, hiszen elmondták, mert civil ruhás nyomozók is részt vettek az akcióban, hogy már vártok önöket. Az ügy 3 hete robbant ki, a hajógyári szigeten viszont csak most volt az első átfogó ellenőrzés. Ez a 3 hét elég lehet egy szórakozóhely megtisztítására, mondta híradónknak egy rendőrségi szakértő. Az, hogyha 3 hét eltelik azért egy vizsgálat kezdete óta, az jelentheti azt, és azt gondolom olyan szempontból jogos a kérdés, hogy esetleg bőven volt ideje, ha valami takargatni valója lenne ott bárkinek, hogy eltüntesse a nyomokat, de erre nézve nekem pontos információm nincsen, hogy történt-e ilyen, illetve a rendőrségnek, ügyészségnek van-e erre valamilyen adata. A rendőrség azt ígéri, hogy a társhatóságokkal együttműködve a közeljövőben hasonló ellenőrzéseket hajt végre az ország egész területén.